Két jelentősebb programmal ünnepelték Gyulán a Magyar Költészet napját. Első beszámolónk a József Attila szobor mellől érkezik, utána a könyvtárban Lackfi Jánossal találkoztunk. Kedvenc meséjét Réfi Márkótól hallhatjuk, majd a Tankerületi Központ égisze alatt megrendezett gála hangversenyről láthatnak eddig be nem mutatott felvételeket. A műsor végén archívumunkból válogatunk. József Attila születésnapja április 11-e. Ezen a napon ünnepeljük a Magyar Költészet napját. József Attila születésnapomra. 32 éves lettem én, meglepetése költemény, csecsebecse. Ajándék, mellyel meglepem, e kávéházi szegletem magam. 32 évem elszelelt, s még havi 200 sose telt. Azám, hazám. Lehettem volna oktató, nem így töltőtól koptató szegény legény. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan, nyersen ért, a nincsen apám versemért. A hont kivont szabjával óvta ellenem. Ide idézi szellemem, hevét s nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár e féltekén, gagyog s ragyog. Ha örül Horger Antal úr, hogy költünk nem nyelvtan tanul, sekély, ekély. Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani. Thomas Mann üdvözlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj. Így nem szökik rá hirtelen az éj, s míg kis szível nagyon szorongva dobban, tán ő sem tudja, mit is kíván jobban, a mesét, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közzénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük, mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít, az igazat mond, ne csak a valódit. A fényt, melytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castort Madame Sosát estén, hadd lássunk át magunk itt ez estén. Párnás szavadon át nem üt az aj, mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyata rág, s mi borzadva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol, meddig lesz hely, hol fölolvashatol? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és a nők szabadok, kedvesek, s mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt egy európait. József Attila, tiszta szívvel. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, s ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemem. A vers előtt azért néhány gondolatot mégiscsak szólnék a jelenlévőkhöz, hiszen a vers megérdemli. 2000. április 12-én hangzott el ez a vers először, méghozzá Debrecenben a Mérius Juhász Péter megyei könyvtárban.
ugyanis akkor 95. születésnapját ünnepeltük József Attilának, és előtte, mikor a vers megszületett, megkérdeztem az azóta irodalomtörténésszé vált Lapis József barátomat, akinek emelt szintű érettségén is volt már szövege, tehát nem kis emberről van szó, hogy mennyire tetszik neki. Azt mondta, hogy remek-remek, különösen az utolsó sorok tetszenek neki. Nos hát, az József Attila volt. Úgyhogy fogadjátok szeretettel a saját költeményt. Még annyit hozzá, hogy amikor született a költemény, akkor éppen Beatrice-t hallgattam, és ezért Beatrice szövegrészletek is beszivárognak a 2000. év felé című számból. Az igazat, ne csak a valódit. 95 évvel ezelőtt a szépség két koldusa egy külvárosi éjjel egyesült. Ekkor volt még apa és anya, mondhatta a gyermek, mama. Akkor fogant meg, mikor a hold medvetáncot járt, és a csillagok fénye ragyogott, mint az első áprilisi rügyek, amelyek félve már, de előjönnek. Minden világra jövetel nagyon fáj, de aki ezt a szépséget megtagadja, annak nincs bocsánat. Egy gyermek, aki szívében karóval jött, csak később lett azzá, amit ma is ünneplünk hűen. A költészet vele reneszánszát élte, és egy ködös decemberi napon meghalt a nyugatnak, elment a kelet népének. Hald ember, ne siránkozz, fúj még tegnap szele a mához, arra emlékezzünk, amit parancsol a józanész és a szent eszmélet. Ezért nem csak én kiáltok, hanem a világ minden tétova lelke, hogy ódát zengjen lent a Duna partján, s a téli éjszakák torz képzete oldódjon. A 2000. év felé még a valódi járta, hisz él még egy vágó Márta, de egyre jobban az igazat hallani, mert néhányan döntik a tőkét, és úgy gondolják, hogy a szabad ötletekkel megmérgezhetik az új dekadenciát. Ha-ha-ha, látnád ezt, Attila, hova tart az emberiség? Hazudik, lop, csal, gátlástalanul lódít, ki mondja itt az igazat, hát még a valódit. Hidd el, nem csak egy napon hiányzol, minden nap, mikor az ember pihenni vágyik. Akkor mi vagyunk veled, együtt, mindannyian. Lassan, tűnődve felérünk a parthoz, ahol nem sodor már minket az ár. Nagy árat fizettünk, elvesztettünk. Megértettük, hogy a semmi ágán ülve nem járhatunk macskaköves úton. Ha nem értjük meg annak igazát, akkor könnyen elfeledhetjük a valót, mikor lelked vacogva feküdt rajta. Mi jöhet még? Nem tudom. Csak azt remélhetem szívemből csendben, hogy termékeny földből új világ nő, ha megtanuljuk árszpoetikádat születésnapodra. Csak azt kérem lelkemben tőled. Mondd el, mit szoktál, bármi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít, az igazat mond, ne csak a valódit. A versválasztáshoz csak annyit, hogy otthon megkérdeztem, mit mondjak. Mondjam a Sun Wukong lázadását, és a kislányom rávágta, hogy az jó lesz. Úgyhogy így sikerült ezt kiválasztani, ezt a költeményt. Egy kínai mesének a feldolgozása. Szabó Lőrinc. Sun Wukong lázadása. Mikor Sun Wukong, a majmok királya, kit kőtojásból keltett ki a vén föld, nap és hold különös szerelme a gyümölcsök és virágok szigetén, ki kőtestét mozgatni tanította, és viharként szállni a felhők felett, és megtanult minden ember fölötti varást és titkos bölcsességeket, ki hős vezér és szent remete volt, és szívében mégis fenevad maradt. És feldúlta a halálvárosát, és megette az égi barackokat, az istenek eledelét, hogy ő is örökké éljen, s lett mindenható, kinek rőt fején a villám kicsorbult, ki már-már Isten volt, de lázadó dühében a legfőbb trónt követelte, és leverte az égi seregeket, s a menny uras, a célok és erények bénultan nézték, hogy közeleg. Mikor Sun Wukong már a trón előtt állt, és már semmi sem mozdult ellene, jött Buddha, és szelíd virág kezével intett, hogy a fegyverét tegye le. Ki vagy te, jámbor? Ámult el a vad szörny, akitől a mindenség reszketett. Buddha felelt, a béke és a jóság.
és azért jöttem, hogy megfékezzelek. Nagyszerű, bókolt Szumvukung, de vigyázz, Buddha szólt, még nem sejted, mit tudok. Te se, hogy én mit, válaszolt a szörny, és mellét verve mesélni kezdte, hogy a tejutat kavarja szigonyával. Eldicsekedett, hogyan győzte le a földet, eget, az állatok és fák szellemeit, s a halál fekete könyvét széttépve, hogy lett halhatatlan, s a titkos tudást hogy szerezte meg. 18 000 mérföldet repülök, mondta, ha csak egy bukfencet vetek. Átváltozok 77 féleképpen, és lehetek millió óriás. Ma már én vagyok a tökéletesség. A mennyurához fordult, senki más, bömbölte. Senki nem állhat fölöttem. Legkülönbb vagyok, a trónt akarom. És Buddha felelt, tiéd lesz, ha győzöl még valamin, az én hatalmamon. Mutasd meg, hogy kibírsz-e szökni innen, hogy túljutsz-e rajtam. Itt a tenyerem. Ha bukfencet kivisz belőle, nyertél. Ha nem, te fogsz engedni én nekem. Tetszett az alkuszumvukunknak, őrült, gondolta ez a Buddha. A keze alig nagyobb egy lótusz levelénél. Igazán játék végezni vele, gyerekjáték, gondolta és vigyorgott. Hát jól van, lássuk, ki győz, te vagy én. És felemelkedett a levegőbe, és megállt nevetve Buddha tenyerén. Készen vagy? Készen. Rajta. Egyet ugrott, és már messze szállt, és eltűnt a szörnyeteg. És viharzott, mint az ördög motolla, úgy hányta a bukfenceket. Repült és forgott, mint a szélvész. Mindig gyorsabban repült, mint a fény. Repült és forgott át az ős eonok csillagködök 100 sziget tengerén. Repült a tértől részegen. Repült, mint az idő megállító gondolat. Repült, könnyű győzelmét végtelennel tetőzni, amit ráadásulat. Repült, s a végső űr határán egyszerre 5 roppant oszlopot látott, amely minden világok végén vörösen az ég felé lobogott. Még egy bukfenc, s már ott volt, és leszállt ott, ahol még nem járt soha senki se. És lehasalt, s fürkészve, s vidáman nézett az érthetetlen semmibe. Aztán felkelt, most megyek, mondta, vissza, és én leszek a mindenség ura. De hogy itt jártam, nevem fölírom ide a világ őrtornyaira. S csak ugyan fölírta a középső oszlopra, itt járt Szumvukung király, és mert a szükség rájött, egy másik oszlop tövébe még egyebet is csinált. És indult vissza. Repült, mint a villám, repült az űrben, mint a néma fény, repült és forgott át az ős eonok csillagvilágok sziget tengerén. Mint az időtlen gondolat, repült most visszafelé a végtelenen át, és megérkezett, és hegykén leugrott Buddha kezéről, s rikoltott, no hát, ide a trónt, a világ végén jártam, és ott hagytam a látogatás jelét. Buddha ránézett hosszan, szánakozva, és felemelte lassan a kezét, és megszólalt. Te nyomorult majom, te barbár, ész és erős szörnyeteg. Azt hiszed, hogy míg féktelen hatalmad harc és önzés fűti, lebírhatsz engemet? Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből? Ide nézz! Nézd a középső ujjamat! Itt járt Szumvukung. Itt van, ezt te írtad. És nézd a piszkod itt a hüvelykem alatt. És Szumvukung, a tökéletes állat, akitől a legfőbb trón is reszketett, látta, hogy minden erőnél erősebb a türelem s a jóság. És megijedt és futni próbált, de Buddha egy hegyet tett rá kíméletesen. Most itt maradsz, gondolkozz 1000 évig, s ha új szíved lesz, befogad a menny. Rengeteg áll Petőfi volt, erről írtak is születtek drámák, regények, novellák, rengeteg áll Petőfi volt az országban, tehát Petőfi az egy jó hivatkozás, vagy egy jó brand volt akkor is, amikor már nem élt éppen. Az április 11-i Magyar Költészet Napjához kapcsolódva érkezett Lackfi János a Gyulai Könyvtárba. A József Attila díjas magyar költő, író, műfordító Petőfi Sándorról és a költészetről tartott előadást a diákoknak. Költészet napja közelében vagyunk, Sándorunk pedig azért, mert
200 éves, és ahhoz képest egész jó kondiban van. Jó tartja magát, mindenhol ünnepel, jubilál, balhézik, és talán kibontakozik egy olyan Petőfi képünk is, a patinás szoborszerű, megkerülhetetlen, vagy éppen csak kikerülhető, így jártunkban, keltünkben kikerülhető ilyen megkövült figura helyett, aki izgalmas, élő, szerethető, robbanékony, elég, mindig ezt szoktam ajánlani mindenkinek, hogy az interneten megnézni, fönn van a teljes levelezése Arany Jánossal. És hát olyan vagányul, meg olyan elképesztő ekrazittal beszél, vagy szólal meg, vagy beszél ki ezekből a régi sorokból Petőfi, hogy My dear Jenko, I am it hagyink Debrecent. Ez Petőfi Sándor idézett, bár nem gondolnánk róla. Vagy Jankom, te szende bivaj, meg hasonlókat, meg a töltött káposztáról épp úgy beszélgetni, meg csókolom a csókolandókat, üdvözlöm az üdvözlendőket. Tehát egy olyan lendülete van, mint hogyha egy mai csetfalon csevegnének egymással, holott beletelt akár egy hónap is, míg megkapták egymás levelét, és akkor volt, hogy vakra leveleztek, miért nem írt, de már írtam, hányat írtál, ezért ötöt írtam, hova lett, és így tovább, tehát, hogy így elkavarodott, a wifi nem működött annyira jól akkoriban, Petőfi wifi akkoriban, mint mostanában, és a versei is, Petőfinek a verseinek a hangja többnyire, tehát legalábbis a kortársai közül ezek állnak a legközelebb a mai megszólaláshoz, tehát a legtöbb verse szinte szómagyarázat nélkül érthető manapság, ami nem mondható el Arany Jánosról, ugye ez a jubileum kapcsán is kiderült, meg Vörös Martiról még kevésbé, aki szánt szándékkal burkolta is homályba szövegeit. A Sándorunk meg többnyire érthető, és a mai köznyelvhez nagyon közel áll. Ez tulajdonképpen egy csoda, mert nem tudom, hogy erre hogy lehet törekedni. Nyilván az akkori köznyelvben akart megszólalni, ez biztos, tehát, hogy ő nem akarta elrejteni a mondandóját, úgymond, de hát egyszerű verset írni az viszont nem egyszerű, tehát, hogy az nem úgy van, hogy csak úgy kicsapta, mint a hajjaj, csuhaj, stb., hanem hát az egy nagyon rafinált működés, hogy valami egyszerű, hatásos, izgalmas és robbanó töltettel tele legyen, és a legtöbb, vagy nagyon sok Petőfi vers ezeknek a kritériumoknak bőven megfelel, és ad valamit az életből, ami eleven ahhoz képest pláne, hogy 200 évvel ezelőtt keletkezett. Az árokba pottyant farkas népmese. Egy nap, amint a farkas és a róka erdőmezőn sétálgattak, egyszer csak egy nagy ároknak a szélére értek. Megegyeztek, hogy egymás után átugorják az árkot. Előre ment a róka, s mondta, rövid fülem, hosszú lábam, hosszú farkam, hopp! Azzal nekiugrott, s szépen bele is esett az árokba. Következett a farkas, ezt mondta, hosszú lábam, hosszú fülem, hosszú farkam, hopp! Nekiugrott az ároknak, szépen belepottyant ő is. Na próbálkozott a róka kimászni, próbálkozott a farkas is. Próbálták így is, meg úgy is, együtt is, meg külön is, de mély volt az árok, és nem sikerült kimászniuk. Gondoltam egyet, farkas koma, figyelj csak rám, mindjárt kikerülünk innét, mondta a róka. Én felállok a te válladra, kiugrom, aztán hosszú farkamat leeresztem, s kihúzlak téged is. Jó terv, csináljuk így, egyezett bele a farkas, s hagyta, hogy a róka a vállára álljon. Róka komoly szempillantás alatt kint is volt az árokból, de a ravasz, amint kikerült onnan, egy nagyot kacagott, és ott hagyta a farkast az árokban. Kiabált a szegény farkas, nagy keservesen, s egyszer csak arra jön egy varjú. Na most én is kigondoltam egy tervet, mondta magában a farkas. Sízelegve kiszólt a varjúnak. Hely, lelkem, kedves varjam, te repülsz a legszebben az egész világon. Bárcsak én is tudnék repülni, mint te. Tetszett a varjúnak a hízelgés, és ezt felelte. Ne búsulj, farkas koma, megtanítalak én téged is repülni. Jó szívvel, csak kapaszkodj bele a farkamba.
Letartotta a varjú a farkát, a farkas pedig belekapaszkodott. A varjú ekkor elkezdett vele repülni. Felrepült vele jó magasra, s ott megkérdezte a farkast. Na, farkas koma, látod-e még a földet? Még látom, felelte a farkas. Na, ekkor még feljebb repült a varjú vele, s kérdezte megint. Na, farkas koma, látod-e még a földet? Még látom, felelte ismét a farkas. Ekkor még magasabbra repült a varjú vele, s harmadszorra is megkérdezte. És most, farkas koma, látod-e még a földet? Már nem látom, válaszolta a farkas. Noha nem látod, akkor elezd el a farkamat, most már te is tudhatsz repülni. Helybezzeg repült lefelé a farkas, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Amint közeledett a föld felé, meglátta ismét a zárkot. Próbált evickélni a levegőben, de nem tudott, visszapottyant az árok kellős közepébe. No, ez a terv sem vált be, mormogta a foga alatt, miközben mindene fájt, mert jól összezúzta magát, amikor visszacsapódott az árokba. Tám még a mai napig is ottan várja, hogy valaki kihúzza onnét.
Tulajdonképpen egy ünnepélyes pillanat van, bár nagyon sok munka és nagyon sok feladat áll még az iskola indítása előtt, mind plébános óra, mind az iskola igazgatójára, és természetesen a tantestülete is. Kérdezem Réti István plébános urat, hogy hogy érzi most magát, végül is lassan már birtokába veszi itt az iskolát, az egyház, az épületet, és milyen legsürgősebb feladatok állnak most önök előtt? Hát minden kezdet nehéz, és vannak kezdetek, amelyek még nehezebbek. Feladatok beindítással kapcsolatos adminisztráció az már megtörtént. A pedagógusok összeszerveződtek, és hát mostan a iskolának a belső felszereléséről kell gondoskodnunk. Takarítás, tisztogatás, könyvtárfelszerelés, hiányzó taneszközök beszerzése, amelyek nélkül hát nem lehet elindulni. A helyzet úgy mutatkozik, hogy ezeket a feladatokat augusztus második felére el tudjuk végezni, meg tudjuk oldani. Végül is a teljes épületet áttetszenek venni most? Nem. A épületet átvesszük, csak a megállapodás szerint tekintettel arra, hogy a épületben marad még üres osztályterem, a kettes iskola egy néhány osztálya itt nyer elhelyezést. Szokásos tanuló létszámra vonatkozó normatíván és az önkormányzat által biztosított támogatáson kívül milyen lehetőségei nyílnak, még anyagi lehetőségei az iskola működtetésére az egyháznak, illetve hát ennek a társának? Nekem is el kell oszlatnom néhány tévhiedelmet, mert többen azt gondolják, hogy az egyháznak annyi plusz pénze van, hogy ezekre az iskolákra külön tudunk fordítani. Sajnos ez nem áll így, nem igaz. Ezért nekünk meg kellett gondolnunk, hogy milyen segítséget tudunk adni mégis valóban a normatív támogatása az úgynevezett fejkvótán kívül, és azon az összegen kívül, amit azért az önkormányzat épp úgy megad a mi iskolának is, mint a többi városi iskolájának. Néhány évvel ezelőtt, amikor Amerikából hazajött Kocsis Elemér püspök úr, akkor azt mondta nekünk, hogy vállalkozni kell. Ő odakint látott erre példákat nyilván, és mi végig gondoltuk, hogy mit tudunk mi kezdeni, milyen vállalkozást tudunk elindítani. És hát ekkor ugye született meg az az ötlet, hogy mi áll hozzánk legközelebb, sajnos ezt kell mondanom, amit ugye ismerünk, amiben járatosak vagyunk, és akkor vetődött fel ennek terve, hogy temetkezési szolgáltatásba kezdünk, és ahogy a Katolikus Egyház részéről jött hozzánk a kérés, hogy indítsunk közösen iskolát, így mi részünkről pedig ment a kérés hozzájuk, hogy akkor indítsuk közösen ezt a vállalkozást. És így kezdtünk bele a Gyulai Pietász temetkezési szolgáltató Kft. Előkészítő munkálataiba, és immár most július 1-én meg is nyitottuk ezt az vállalkozást, ennek az üzletét itt az Esze Tamás utcába. Tehát mi nem kívánunk ebből anyagi hasznot magunknak, az egyháznak, hanem ennek a hasznát, ami majd lesz, azt az iskolára, illetve óvodára, gimnáziumra, tehát azokra az intézményekre fordítani, amelyeket most elindítunk. Mert ugye egy református óvoda indul, egy közös általános iskola és katolikus gimnázium. És ezekben mind-mind úgy iskolázunk be, hogy a gyermekek akár milyen vallásúak, tehát vallásfelekezetre való tekintet nélkül itt jól érezzék magukat, otthont találjanak. Peres úr, ez a Pietász Kft. Az Esze Tamás utcában van, ugye? Azt szeretném megkérdezni, hogy a szokásos szolgáltatásokat nyújtja, mennyiben színesebb, mint esetleg más hasonló vállalkozás? Tehát teljes körű a szolgáltatásunk, tehát mindazt nyújtjuk, amit az eddigi temetkezési vállalat is nyújtott. Ezen túl azonban még virágot is árusítunk, tehát koszorút is készítünk élő és művirágból. És ugyanakkor van egy nagyon fontos dolog, amit mi hangsúlyozunk, tehát hármas jelszavunk van, együttérzéssel, tisztességesen, méltányosan. A tantestület akkor várja a munkát, ugye? A tantestület javarésze
jelenleg is az iskolában tartózkodik, hiszen folynak a tisztasági festési munkálatok, és hát mindenki tervezgeti már, hogy az a kis kuckó, az a kis terem, ahol majd a gyerekeket fogadjuk, a lehetőség szerint ne legyen túlságosan rideg. Na hát ehhez persze sok eszköz nem áll rendelkezésünkre, szeretnénk pedig barátságossá tenni indulásra az iskolát. De egy félreértést azért hadd oszlassak el, és elébe megyek a kérdéseknek. Tudnélik, a város sokat nem tud erről az iskola szerveződésről. Azt kell mondanom, hogy az országban egyedülálló módon harmonikus volt az együttműködés a városatyák, az önkormányzat, illetve a partneriskolák is közöttünk. A gondot inkább a törvényi szabályozás jelentette. Tudnélik, olyan ellentmondásos rendelkezésekkel találkoztunk, amelyben jogász legyen a talpán, aki megtalálja a kivezető utat. Az adminisztráció, tehát a pedagógusok munkaviszonyának a létesítése éppen ezért tűnik egy kicsit nehézkesnek. Július 1-től új munkatörvénykönyv, közalkalmazotti törvény. Melyik vonatkozik ránk? Hát ránk a munkatörvénykönyve vonatkozik, az állami iskolák pedagógusaira, a közalkalmazotti törvény, így aztán jogszabályokat lapozgatunk, úgyhogy majd lesz egy kis időnk, valószínűleg ezt a fél évet áttekintjük, és egy tanulmányt készítünk róla, hogy ebben a furcsa átmeneti időszakban milyen izgalmas feladat iskolákat szervezni. Végül is nagyon régen beszélgettünk már, és azt hiszem, hogy azóta történtek változások. Hány osztállyal indul az iskola? Hány tanuló jelentkezett? Alsó tagozatra iskoláztunk be, 140 kisdiák jelentkezett, mind a 4 évfolyamot érinti. 2 első, 2 harmadik, 1-1 második és 4. osztály. A tantestület 12 tanítónőt foglalkoztat, tehát osztályunkét 2 tanítónőt. Nagyon szűk adminisztrációval dolgozunk, hiszen a költségek magasak. Ma pedig iskolát működtetni nagy tanuló létszámmal, nagy osztály létszámokkal, és igen-igen fiatal pedagógusokkal lehet. Természetesen igyekszünk a kereteken belül tisztességesen működni. Nincs kihez fordulnunk. Semmivel sem lesz kedvezőbb a helyzetünk, mint egy állami iskolának, sőt, hát bizonyos fokig kedvezőtlenebb lesz, hiszen azok az iskolák, amelyek használták ezeket az épületeket, természetes módon az eszközök javarészét magukkal vitték. Méltányosak voltak természetesen, amit nélkülözni tudnak, itt hagyták, de ez bizony édes kevés.